Ha olcsóbban szeretnél coinhoz jutni, akkor nagyon rossz helyen jársz. Szóval viccem, igen, Brandt, nem is rossz ez a csapat. Hű, de érdekes a fordulás. Nem lehet ilyen direkt nyomni, mint a... Ura! Így... Kipróbálgatom, hogy mi ez a... rész, amit így nagyon... Reklám... Szerintem ez a mozgás az olyan vicces. De mindegy. Hát menő. Olászi, ez már megvan. Hát akkor hajra. Nézzük a grafikát. Nem, mint ez annyira mérvadó lenne, mert annyira nem izgat sose, hogy annyira élethű, vagy ilyesmi. Az animáció sokkal jobban érdekelni. Amúgy... rosszul nem néz ki. Éppen. De eddig se a grafikával voltak bajok szerintem. Tényleg lassabb amúgy minden. Egy picit. Ott indulunk! Hancho! Mondjuk lehet, hogy valami amatőr nehézség van beállítva. Jó, Balotelli gólő működik, nekem itt már oké. Okay. Már csak a Lacazette meg a izé gólőmet kéne berakni. Aubameyang. Time finishing? Na majd azt is megnézzük. Jó. Dagadnak az ereke nyakon. Ekkora grafika jelen. Ugye első blikre. Nagy baj nincsen. Mozgásokkal. És még a kroketta is van. Majd azt még kipróbálom tényleg a krokettát, hogy egy hatot, hetet lehet egymás után. Ha. Á, igen! Második kroketta az már elég nyögvenyelős volt. Nem tudsz kétszer egymás után olyan hirtelen krokettázni. Hát ez azért kicsit zöldülgetett. Aztán kicsit nem értem itt a dolgokat. Érdekes a védekezés. Nyomom az X-et és így tök jól helyezkedik a játékos. Rossz! Fizikai kontaktok szerintem viszont jobbak lettek. Mindaddig, amíg a labda át nem megy az egész testén majd az embereknek. De furán indult be ott ez a Royce. Így nem les. Aha, jó. Értem. Tényleg a piros és a sárga az nem az lesz, mint a... mint a FIFA 19-ben. Atyaik. Milyen kacska rúgás volt. Hű, itt tényleg azért high risk. Time finishing. Gyerünk Royce, fuss. Ó, ne. Hop hop. Egy great timing. Ez még nem is perfect volt, hanem így még csak great. Lassabb, igen, a játékmenet. Nekem azzal nincs bajom. Alapvetően. Nekem tetszett a PES is. De hát majd jönnek az extra kártyák, meg a 42. patch, és akkor már megint minden majd a sebességről szól. Sancho barátunk. Egyébként, ja, itt a gyorsulásoknál nagyon kijön a különbség a sebességekben. Hát igen, egy gép ellen nem jön még ki itt, hogy mi a szitu, nem tűnik rossznak. Pecs
Jericho nem volt is. Hát még az is lehet. Egyébként kövezzetek meg, de nagyon jelenleg nincs problémáma játékmenettel. Egész jónak tűnik ez így elsőre. Elsőre tegyük hozzá. Uha! Jó, jó! Oké, én is visszaadom a izét, előrendelésem. Jó, jó! És a gép futkosz körbe, na menj a francba! Oké! Hol van ez a visszaigénylés gomb? Ez volt, de már itt is furcsa volt, hogy így... Azt megadjuk, átment a lába alatt, lehetséges az életben is. Na de ez... És ráadásul kéz is. Aj, de jó, hogy nincs kéz ebben a játékban. A passzok is így sarkozással mennek. Ki ez benn volt? Hopp-hopp, kroketta, ákrakéta, üres kapura könnyű. Var, var az nincs benne. Igen, lefejeljük a falat, azt le kell fot. Jó, jó! Láb között, hagyjuk. Parancsolj! Jaj, cross, ilyen vagy. Pociban. Nehéz a gépen, úgy látom. Kikov tényleg van. Oké. Ennyi? Ez mind a volta volt? És ennyi játékmenet után nézhetjük meg újra az összes hülye reklámot, meg ilyenek. Na jó, még egyet nyomjunk. No! A szemét. Aj, de ez... Így védekezek, srácok. Nyomom az X-et. És full nyomás alatt tartja az ellenfelet. Magától fut rá. Oké. Kicsit tényleg nehézkesebben mozognak a játékosok. Ami valakinek zavaró lesz, valakinek nem. Én azt mondom, el vagyok vele, mert tényleg az életbe se úgy fordul meg valaki, hogy így hirtelen egyik pillanatra másikra nulláról. Vagy nullára lassul és hirtelen megfordul, mint ahogy az eddigi részekben volt, hanem azért meg kell várni, míg úgy maga az a fordulás animáció végig megy a játék minden évben. Azt hiszik, hogy ugyanazért fizetünk. Az tény, hogy ez a fizetési modell az szerintem baromira elavult egyébként, ez szerintem is így van. Ó, Kepát meg kell venni kapusnak, így elsőre is. De persze kipattanó az nyilván az enyém. Jó Weinaldo. Na menj a francba! Pedig milyen jól ki volt ezt találva. Nézem, hogy tök üres fönt a izé, money. Édes Istenem. Oké, okay, szia Bálint! Hello, hello! Hol az a bangomb? Na menj a francba! Tényleg. Jó a Bolaszi! Kapd el, hogy rajtam teszteled. Jó a Bolászi. Édes Istenem.
Most komolyan ez megint menni fog, hogy Tornádó meg Bolászi, ezzel kezdjenek már valamit. Keresgéltem csak a dolgokat. Látták a játékot? Az bizony van. Hú, igen. Imednél tényleg nem számít, hogy zöld legyen. Sőn nincs, úgyhogy. Úgyhogy nincs kickoff, mert az EA azt mondta, akkor nincs. Épp. Igen. Ezeket a kis kényszerítőzéseket, meg ilyesmit, én azt vettem észre, hogy jobban meg lehet oldani. Azt vettem észre, már keresem a Hussy és Pöcnek a helyet. Aztán rájöttem, hogy ezt nem szabad beerőltetni. Vannak gondok. Vannak gondok. Megy a Brandt. Brandt. Szürkült. Ne! Elnéztem, pont ránéztem a chatre. Gyönyörű. Én is ezt akartam a Bálinttal megcsinálni, de nem jött össze. Akkor csak így átkött szinten a labdát. Az mekkora labda. Az mekkora passz volt, te jó ég. Mi? Mondom, ez gól, de akkor nem. Mondom, megnézem, hogy milyen ez a kapáslövés dolog. Rant, nincs les. És nem viszel el! Jézusom! Valósítani. Jézusom, mekkorára emeli föl! Atyaik! Tényleg nem egy egetrengető változásokra kell számítani. Egyelőre demo az sokkal lassabb játékmenettel rendelkezik, mint az Ultimate Team volt a 19-ben. Nem biztos, hogy ez baj. Eddig ezzel nem volt problémám. Csenezni nem lehet olyan durván, tehát így tényleg szétszpemelni nem tudod a lakrokettát meg ilyenek. Volta nekem nem tetszett. Két meccset netoltam. Olyan haverokkal szórakozni jó lesz. Biztos, hogy annak is meg lesznek majd a szépségei, hogyha valaki nagyon rámegy. Jobban érdekel inkább a normál játékmód.